Sziasztok! Sziasztok! Két új izgalmas tétel az asztalon. Na de is ezek? A Jobbik Viti két új üdvöskéje, Wi-Fi fronton két terméket is bedobtak nekünk. Ismerősek lehetnek, méretükből, meg egyébükből form, adódóan viszont a csomagolás ez teljesen új. Nagyon cuki, kis elhúzókával. Nagyon, nagyon szimpatikus csomagolást adtak nekik. Gondoltuk, unboxingolunk. Félj lefelé. Hmm, gyerekek, ezt Youtube csatornára szánták ezt a terméket. Ő a U6 Plus névre keresztelt új jövevényünk. Akik tapasztalt Ubiquiti harcosok, azok nagyon jól tudják, hogy így egyből ebből a méretből belefér a tenyerembe. Ez bizony megkapta a korábbi Nano HD, majd az azt követő U6 a házát, azonos méretű, amivel adódóan természetesen illik a Nano mount ami ugye egy ilyen álmenyezeti sűjesztőkeret, valamint lehet hozzá kapni fancy kis cover amiből akár kamuflázs, vagy Fabrik vagy fekete borítást, vagy bármit, esetleg fa színezetűt, mintázatút lehet rárakni, így jobban el tudjuk rejteni az access pointokat a telepítés során, amennyiben azt az ügyfelünk úgy kívánja. Mit tud ez a cucc belülről? A... Az első furcsa gondolat rögtön az volt, hogy vajon hova pozícionálhatja a Ubiquiti ezt a terméket, hiszen ugye U6 Lite, u LR, később a Pro széria, aztán az Enterprise, hogy azt hittük, hogy meg vagyunk, tehát hogy az U6 fronton úgy nagyjából bezárul a kör, és majd jönnek inkább a Flex és a, a többi ismert átsés terméknek a, a klónjai, majd AX-es csipekkel. Meglepetés volt, hogy bedobtak egy újabb versenyzőt közéjük, és én őszintén nem nagyon tudtam hova tenni, hogy ez most akkor az U6 és a, az U6 Pro közé fog majd jönni, vagy az U6 helyett, és én inkább azt gondolom, hogy helyette, ugyanis uh, nyilván benéztünk a motorháztető alá, mert nem bírjuk ki azt láttuk belül, egyelőre csak egy egyszerű SSH hozzáférésen keresztül, hogy ez is médiatek csipre épül. Pedig én azt mertem volna tippelni, amikor először megláttam a, az Early Access hogy a Qualcomm referencia rendszer állnak át ők is, mint ahogy azt a Mikrotik HAP AX négyzetnél láttuk, illetve korábban beszéltük más videót, ezt videókban, amiket itt megtaláltok. De nem így lett. Érdekes módon maradtak a médiatek platformon. Ugye azért bántottuk az U6 lite illetve az LR-t, mert az 2.4-en, nem tudta, csak a Wi-Fi Az AX hiánya az egy fú, súlyos fájó pont volt mindannyiunknak, meglepetés volt. Ezek már tudják, ezzel talán is spoilereztem, hogy talán mégiscsak közé, tehát az UVA Light és az UVA Pro közé jött a, a Plusz, mint termék árban. 130 euró a nettó listaára ennek a terméknek. Emlékezzünk, hogy a Light verzió 100 eurós teget kapott, tehát egy jóval, egy 30%-kal drágább kütyűről van szó amit én reméltem, én tudtam, hogy jönni fog, valahogy éreztem, hogy jönni fog egy termék, mert ugye na, az első generáció nem váltotta be azért az elvárásokat, hogy kettő négyen nem hozta a Wi-Fi szerintem ciki volt. Cserébe igen korán elérte a piacot a termék, tehát lehet, hogy egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen, egy ilyen de meghúzták de. egy kicsit ezt a dolgot, és inkább piacra jöttek hamarabb a termékkel, de még nem volt teljesen Wi-Fi Én azt gondolom, hogy ez, ez az a termék, amit először be kellett volna jelenteni, ezért is drágább, de azért valami wifi chip, eleve chip hiány szagot érzek kicsit emögött. A pont ezzel akartam közbevágni, hogy valószínűleg ugye az U6 Lite elérhetetlensége az, hogy volt is, nem is. Igen, elég hiányos nem, volt. Disztribútorokat is hitegette a Ubiquiti, hogy majd lesz, meg szóval megértük a poklot az elérhetőségével, és miután belenéztünk, kiderült, hogy a korábbi szériában, az u ban a médiateknek a 76-os sorozatú chip van beépítve, ebben pedig már a 79-es uh -huh. dübörög, és érdekes módon ez a 79-es platform is olyan, hogy van neki sima NS24-es rádiója is, és ki lehet hajtogatni a mellette lévő AXS es chipből azt az axs es 24-et, amit valójában ki van vezetve. Tehát nekem ez a gyanús inkább, hogy abból a 76-osból már nem kaptak, nem volt elérhető, és gyorsan septébe újra kellett tervezni a platformot. Tehát egyszerűen, egyszerűen elfogyott a szilikon. Egyébként érdekes spekszek vannak, tehát oké, természetesen csak gigabites a LAN, 9 wattos fogyasztása van, az mondjuk megfelelőnek tűnik. 23 decibeles kimenői vannak, az is jónak tűnik, mind 5 gigán, mind 24 en 3 decibeles 2.4-es, 5.4-es 5 gigás antennája van, ez megegyezik az előzővel. Ami meglepett, hogy mínusz 30-60 fokig egyébként működőképes az eszköz, azért az, az nem feltétlenül a jobbik a sajátja volt mind az ideig, de kövezetek meg, lehet, hogy nem vagyok eléggé képben. jó, innentől jönnek a dolgok, hogy 300 állandó kliens, meg nem tudom mi, de a lényeg, hogy VP a 3, tehát egy, egy elég fejlett AP, amit én hiányolok belőle, az az, hogy igazán a Nano HD-nak még mindig nincsen utódja, mert a Nano HD azért volt szuper, mert egy ekkora AP volt, cserében 4x4-es volt 5 gigán, és ezt még mindig nem lehet tulajdonképpen lecserélni úgy, hogy csináljunk egy 4x4-est, mindegy, reméljük egyszer majd jön ebből egy U6 plusz Nano SHD, DDD, VTZ verzió. Mindegy, nézzük meg a nagy tesót. Ez is ugyanilyen csini lehúzókát kapott. És akkor miért nem húzott le? Most hát, minden áram megkéselni. Én nem tudom. Az unboxingot azt mindig késsel csinálják, nem? Jó. Most már tapasztaltam húzom elő a terméket. Azonos csomagolás dizájnerek dolgoztak a két terméken. Szokásos csavarszett. Szokásosan, szokásosan. Pont ugyanaz, mint a Lighthoz. Bocs. És, ami szintén feltűnhet a régi Unify harcosoknak, hogy ez egy LR. Hogy ez nem az az LR méret. Hogy ez hogy van ez az LR? Az előző, na, na, nagyon örültünk az előző LR-nek, mert egy valóban LR lett az LR-ből. Ugye emlékezzünk vissza, hogy az ACLR az ilyen, hmm, ez most mitől long range. Mindegy, az ment a legjobban, mert ez az volt a neve szerintem egyébként, olyan nagyon-nagyon nagy lefedés nem tudott, a, a pró sokkal jobbakat tudott. De mégis long range-nek nevezték a középkategóriájú AP-jukat régen, az Wi-Fi 5-nél. Uh, utána bejött az u 6 ami viszont megkapta a, nano, ami megkapta a HD SHD-nak a házát, egy jóval nagyobb. A 220 -ast. A 220-as átmérőt egy jóval nagyobb, masszívabb AP, jóval nagyobb antenna jóval több antennával, 4x4-es antennái voltak, ugye a Akkor ez egy az U6 LR. plusz LR, LR mini. <laughs> ez egy U6 plusz LR mini. Ez viszont konkrétan megkapta, majdnem egy mm eltérés van, a régi uh, ACLR, valamint e között összesen 1 mm átmérő különbség van. Tehát ez körülbelül egy akkora AP, mint a régi LR, az U6-korszakot megelőző LR. Beszéljünk a vasról egy kicsit. Beszéljünk a vasról. Érdekes dolog, hogy felépítésében, amúgy nagyon hasonlít a két AP, ugyanaz a chip, ugyanaz a megoldás. Ja, Egy pillanat. Nem műanyag a hátulja, hanem alumínium. Öntén, De az már az előzőre is igaz volt. Tréselvény, ami. Uh, hát pluszra is. Amit, amit szeretünk, és ez egyfajta hűtőbordaként is funkcionál az eszközben. Ugyanúgy ethernet port bele, tulajdonképpen ugyanaz. Miben van eltérés? Antennák tekintetében? Az antennák és a kimenő teljesítmény tekintetében. Nyilván egy kicsit nagyobb hűtőfelület, nagyobb. Jól figyeljetek, mit mondok, mert csalok. Az antennák térnek el, nem a rádiók. Igen, érdekes módon kicsit utána kellett járnunk annak, hogy amikor az n szabvány megjelent, és akkor ezt most halkan mondom, hogy biztosan biztos legyek a biztosban, hogy akkor megjelentek a special streamek, mint új fogalmak, új megtanulandó technológiai apróságok a wi vel kapcsolatosan, és ezek a streamek végig kísérletek minket, megszoktuk, hogy a valami valami az nekünk jó, mert hát nyilván a, a sávszélességünket többszörözi, több streamre van lehetőségünk, a streamek száma, minél több streaming van, annyi szorosával megszorozhatjuk az elméleti e, sávszélességet. Na most ez nem teljesen így igaz, tehát a kettő ször kettő az alapvetően azt jelenti ugye, hogy receive és transmit irányban van két-két chainünk, és nem elfelejtendő, hogy ebben az ábrázolási modellben van még egy kettős pont és egy utána lévő szám is, és ebben a, a hardware-ben ez úgy néz ki, hogy van 3x3, azaz három antennánk vételi oldalon, három antennánk adó oldalon, és kettős pont 2, azaz, hogy valójában csak kettő streamet támogat, tehát ha az adatlapokat összehasonlítjátok, a két eszköz pontosan ugyanarra az elméleti sávszélességre képes, tehát valójában csak az antennákkal van varia, és ettől lesz a long range, long range. Egyébként nem csak, mert TX Power-ban kapott még plusz két dBM-et, de... Szerintem valójában fel van csavarva a potméter, uh -huh. mert nagyobb a hűtőbordánk, egy kicsit nagyobb az antenna felület, amin keresztül lesugározhatjuk a, a teljesítményünket. Tehát valójában ez egy nagyon pici hardveres tweak a, az UHAT képest. Uh -huh. Tényleg nem, nem, nem számítottunk erre, hogy hogy csak idézőjelben csak ennyi lesz a különbség cserébe, azt hiszem, hogy az ára is. A, az Milyen. ára viszont igen érdekes, ugye 180 euró magasságában volt az előző LR, tehát az U6 LR, ez meg 150 euró magasságában. Tehát ez viszont olcsóbb lett, mint az előző, hát kisebb is, nem 4 x 4 hanem valójában csak 2x2-es, egy kis trükkel 3x3-as ez. Hmm. Huh. Ez szerintem rajta ragad ez az U6 Plus Long Range Mini. <laughs> Mitől plusz, ha az előző több volt ennél? Valószínűleg az újabb, a Corsair plus. A plusz valószínűleg egyébként a 2.4-en történő AX-es támogatást jelöli, ha bár a Pro az önmagában tudta ezt Pluszolás nélkül, ugye az U6 a Pro az... Ugye nem a... összetéveztem, de ez egy teljesen más aritektúra. Uh -huh. Tehát ugye még ott a Qualcomm-nak a referenciarendszere van, az egy elég jó kiforrott stabilnak mondható platform. A mi egyeteket annyira nem ismerjük, nem? Uh -huh. nem, nem, láttuk eszközökből még megjelenni, ettől még ez simán lehet jó. Tehát nem hiszem, hogy a Ubiquiti belemer nyúlni egy, egy ilyen műszaki tapos aknába, kép képzavarról élni. Mindenesetre megszoktuk már, hogy a Qualcomm-tól, a Marvel-től, a Broadcom-tól, tőlük általában az ilyen kiegyensúlyozott minőségű és ö, megbízható hardverek keznek. Őket nem ismerjük még ennyire. Te nem vagy kíváncsi, mi van belül? De csak nem az volt, hogy nem szabad szétszedni, vagy mi van Nem tudom. Hát uh, mi lenne, ha mégis megnéznünk? Azt, hogy. Hú! Hát ez hamar mm. ledobta a kupakot. Nem kellett hozzá sörnyitó sem, meg a késő. Na viszont itt szemrevételezhetjük egyből, hogy milyen. Mit kell mondni? Hát azt, 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 azért meg kell említsük, hogy azért nem ezt a minőséget képviselte régebben a Ubiquiti. Tehát ezek a minőségű hátlapok, amik ugye arra szolgálnak, hogy lehetőleg minél kevesebbet sugározzunk hátrafelé, ergo fölfele, vagy hátrafelé, attól függ, hogy fali vagy mennyezeti elhelyezést választunk az ápénknak. Azt, azt, most nem spórolták ki, az látható. Az antenna dizájn az meg önmagában beszédes. És ha már az antenna dizájnnál tartunk, azt nem tudom, beszéltük már múltkor, vagy volt róla szó, hogy a Jubikvit egy ideje 3D-s modellben közzéteszi a a rádióinak az antenna patternjét. Tehát le uh -huh. lehet tölteni egy ilyen vektorgrafikus fájt, és a vektor -grafik... grafikus fájt egy ilyen 3D modellező rendszerre betöltve meg lehet nézni, hogy milyen a konkrét lesugárdási térkép. Azt szerintem teljesen profi. Uh -huh. Kezd szintet váltani a Ubiquiti, azért ez feltűnő. Ez az antenna design, itt volt itt már mindenféle tanmese arról, hogy Ugye a mobiltelefon a zsebünkben 45 fokban függőlegesen, horizontálisan, vertikálisan, így-úgy eldöntve lehet, és annak az antennája is nyilván így polarizálják olyankor a, a rádiós hullámokat. Na most ezt a háromszöget. Nincs az Isten, hogy ne találja el megfelelő szögbe. Tehát itt, hogyha oldalról is megnézed, itt is van horizontális, vertikális, 45 fokos, így-úgy bezárva, előről is. Tehát szerintem ez, a, ez egy hatalmas dobás, és egy egyszerű présgéppel másodpercek alatt Láttatok már pár rádiót tesztelt tőlünk, de ez ez a design szerintem mindent visz eddig. És akkor áshatunk mélyebbre. Itt vannak a, a hátoldalon nyilván a Mediatek CPU, hiszen ez egy hatalmas hűtőborda. Ként is üzemel, rá vannak szépen szorítva a hátlapra, és nyilván az, azon az oldalon vannak azok a rádiós csipek és azok a, a komponensek, amik nagyobb mennyiségű hőt termelnek. Amit viszont ö, meglepetésként tapasztalhatunk, hogy nincs Bluetooth. Akkor ez nem lesz alkalmas a kis protect szenzoroknak a kezelésére? Vagy akár a, a, alkalmazással történő ilyen DL3-os és társaira. Mm. ezért is gondolom azt, hogy inkább ez, ez egy ilyen upgraded light. Uh -huh. jó. Tehát nem csodálkoznék rajta, hogyha a Ubiquiti egyszer csak azt mondaná, hogy hát bicsi bocsi srácok, az u light az így eol. Uh -huh. Bár hozzátenném, hogy a 5-ös szériának is, a Wi-Fi 5-ös szériájuknak is volt két jól különválasztható ö, családjuk, az egyik a, ugye az első három, a szintén Light LR Pro, majd utána jöttek a Wave 2 a HD-val, Nano HD-val, SHD-val, meg akkor annak ugye jöttek még az Inval HD, meg az egyéb, tehát a Wave 2 meg a Wave 1-es Itt, mint hogyha ugyanezt játszolnánk el, csak ugyanazzal a sietséggel, ahogy a wi hat. Tulajdonképpen leelőzte a Wi-Fi 5 abban, hogy mennyire gyorsan befejezte a pályafutását, csúcs Wi-Fi megoldásnak lenni. Ugye tudjuk, hogy a, már a TP-Link bejelentette a Wi-Fi 7-es megoldásait, a Cesen már állítólag lehet fogdosni majd az új Wi-Fi 7-es. Január, ugye? Januárban. Tehát ez a Wi-Fi wi 6-elvel karöltve azért ez egy, ez egy ilyen gyorsabb szezon volt, mindenképp, mint a Wi-Fi 5, ami azért jó pár évig, jó sok évig tartotta magát, aztán visszamenőleg meg a Wi-Fi 4, pláne. És, és most azért gyorsan itt a Wi-Fi 7 előtt még piacra kellett dobni egy, 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 egy javított, egy upgrade-elt Ez egy hiánypótlós, ezért is gondolom, hogy esetleg a Light meg fog halni, bár ha belegondolunk a Light, az pont egy ilyen ö, ö, első fecskeként jelent meg a piacon. Tehát uh -huh. még, még sokan nem dobták piacra a Wi-Fi 6-os amikor a Lite egyszer csak így megérkezett, uh -huh. ilyen derültékből villámcsapás módszerrel, igaz, hogy csak az 5 oldalán volt Wi-Fi 6, de, de mégis... Még kaptunk. a kliensek nem is igazán voltak jelen. De kaptunk egy, egy kipróbálható, használható terméket, tehát lehet, hogy ez volt ennek a, ennek a rendszernek, vagy ennek a terméknek az életútja, a, a eleve tervezett célja, hogy legyen egy belépő, aztán majd később lecseréljük, amikor megjönnek a, a kiváltó rendszerek a modernebb uh -huh. szilikonok hozzá. Ennyi volt, köszönjük, hogy figyeltetek minket. Iratkozzatok velünk a csatornára, és kövessetek be mindenféle social media platformunkon. Ez benne lesz a wi testben. Lehet. Sziasztok! Ciao!